Csütörtök reggel 8:30-kor érkezett a Városházára Novák Katalin köztársasági elnök, ahol Szemerei Népataki Klaudia polgármester fogadta. A polgármester felvezette a díszterembe az államfőt, majd megtekintették a polgármesteri irodát. A köztársasági elnök ezt követően vármegyei vezetőkkel találkozott. Ez az alkalmat arra, hogy találkozzunk, hogy találkozom az itt élőkkel is, és hogy tájékozódjam én is arról, hogy önök szerint mi az, ami most a leginkább foglalkoztatja őket, mi az, ami a legbüszkébbek, és mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozza ezekben az időszakokban az itt élők számára. A vármegyei látogatásoknak ez az apropója. A találkozások adják meg az értelmét és a lényegét, és számunkra is azt az örömet, hogy mindig megmerítkezhetem, ahol milyen jó is magyarnak lenni, és milyen jó Magyarország képességi elnökként dolgozni a megfelelő feladat ez. Szemerei Népataki Klaudia polgármester a Kecskeméti Televíziónak elmondta, már évek óta nagyon jó az együttműködés a város és Novák Katalin között, ami szakmai alapokon nyugszik. Kecskeméti szálai is vannak köztársasági elnök asszonynak. Ez azért jó, mert hiszen ismeri, tudja, velünk él, élt, érzi azt a gondolkodást, azt a szellemiséget, ami ebben a térségben megtalálható, és szerencsére ismeri is a kultúránkat, az értékeinket, a nemzeti értékeinket, amint köztársasági elnökként tud a világ minden pontján képviselni. A Városházáról Novák Katalin a Hettényegyházi Univerüzembe ment, ahol gyárlátogatáson vett részt Molitoris Károly, az Univer Predex ZRT vezérigazgatója vezetésével. Kifejezetten azt szerettük mondani, hogy egy magyar piacvezető és fontos helyi céggel találkozunk, amelynek valóban 75 éves története van már. És pont édesanyámmal beszéltük, aki Kecskeméten született, és mondta, hogy hát igen, amikor én gyerek voltam, akkor már ott volt az Univer. Novák Katalin az Univer gyár után a Katona József gimnáziumba látogatott, ahová édesanyja is elkísérte, aki 1965 és 1969 között az iskola tanulója volt. A gimnáziumban Csáki Tibor igazgató kalauzolta végig a köztársasági elnököt, aki a sakkszakkör tagjaival is találkozott, és bepillantott egy röplabda edzésbe is a nemrég átadott Dunsz Ferenc sportcsarnokban. Novák Katalin csütörtöki kecskeméti programja zárásaképpen látogatást tett a Kecskemét Film Kft-nél, ahol Mikolás Ferenc ügyvezető igazgató fogadta. A témával bővebben kiemelő című magazinumban foglalkozunk.